Továbbra sem találják a vasárnap kútba zuhant 2 éves spanyol kisfiút. A mentőcsapatok, miután nem tudtak leereszkedni a mindössze 25 cm széles furatba, elkezdtek egy párhuzamos járatot ásni, hogy onnan közelítsék meg Hulent. A 100 méter mély kutat egy hónapja vízkeresés céljából fúrták, és elfelejtették betemetni. Megkezdtük a másik járat kialakítását, hogy így érjük el a fiút. Egyelőre gépek végzik a munkát, majd a Védelmi Minisztérium küld bányamentőket, hogy ők fejezzék be az ásást. Abból indulunk ki, hogy Hulen még életben van, tudatta a polgári védelem szóvivője. A család éppen Malaga közelében piknikezett, amikor a kisfiú megindult a kútnyílás felé, ahonnan később sírást is hallottak. Az üregbe kamerát vezettek, amely 73 méter mélyen elakadt, viszont megtaláltak egy zacskó édességet és egy műanyag poharat, amely feltehetően Hulené lehetett. A szülők 2 éve veszítették el másik gyermeküket egy balesetben, Oliver mindössze 3 éves volt.